Egy Rosetto nevezetű olasz kis falucska gyökerestől forgatta fel az amerikaiak hosszú élettel kapcsolatos nézeteit a múlt század közepén. A helyiek az 1800-as évek végén kezdtek tömegesen kivándorolni az új világba, és hamarosan gyakorlatilag létrehozták a településük USA-beli analógiát, ahol szinte csak ők laktak. 50 évre rá pedig egy belgyógyász véletlen belebotlott, hogy náluk mennyire nem jellemző semmiféle szívpanasz. Vizsgálódni kezdett hát, és a felméréseiből kiderült, hogy az amerikai Rosettóban a szívhez köthető halál a fele körül mozog a nemzeti átlagnak. De a bármi másokból bekövetkező halál is kb. -30%. Az ottaniak, a doki szavaival, egyszerűen az öregségbe haltak bele. Ennyi. Magyarázatként próbálkozott az akkoriban szokásos, nyilvánvalóan releváns szempontokkal, de egyik sem tűnt hihetőnek. Jellemző volt a zsíros táplálkozás, a dohányzás, mindemellett semmi jóga vagy kocogás. Se nem lehetett genetika, mert a máshova kivándorolt rosettóiakra ezek a pozitívumok nem voltak jellemzőek. És még csak nem is lehetett a lakhelyük, mert az ugyanolyan körülmények közt élő környező települések lakossága már nem volt kivételes. Legjobb tippnek maradt a közösség ereje, amiről azóta a kék zónáknál is láthattuk, ugye, hogy mennyire számít. Ám mindezt olyan korban kellett lenyelniük, ahol még abszolút csak a génekhez, a mozgáshoz és a táplálkozáshoz lehetett kötni a hosszú élet titkát. És hogy mit keres itt kezdésnek ez a kis sztori? Érzékeltetésnek, hogy a siker témakörére is tekinthetnénk ilyen mértékben másként. Mert persze, ott is megvannak a látványosan, nyilvánvalóan szorosan összefüggő tényezők, de ugyanúgy megbújnak a háttérben más szempontok is, amik legalább ugyanolyan fontosak, csak fingunk nincs róluk. Ezekre szeretném Malcolm Gladwell felhívni a figyelmünket Kivételesek, avagy Outliers című könyvében. A Máté effektus. A könyv egyik legemlékezetesebb esettanulmánya számomra a kanadai hoki világa, és hogy ott a ligák mennyire a meritokrácia alapján működnek. De ez kb. Minden kompetitív sportra, vagy akár művészeti területre is kivetíthető. Mert ezekben tényleg csak a tehetség számít, és mindenkit csak a saját érdemei alapján ítélnek meg. Legalábbis látszólag. Szeretjük az egyéni érdemeket hangsúlyozni, a hátszeleket és rejtett előnyöket pedig minimalizálni. Mert azoktól úgy tűnhetne, hogy nem érdemeltük meg a sikerünket. Ezzel csak az a baj, hogy ebben a nagy egyéni érdemhangoztatásban teljesen eltorzítottuk a sikerről kialakított képet az emberek fejében. Nyilván nagyon fontos a munka, a kitartás, az erőfeszítés és a tehetség, de a lehetőségeinket, a gondolkodásmódunkat, a viselkedési mintáinkat és véleményeinket igenis nagyban befolyásolja, hogy honnan származunk, kik a szüleink, vagy hogy mennyi pénz volt a családi kasszában. Egy ökológiai hasonlattal élve, a legnagyobb tölgy természetesen szívós magból sarjad. De miért nem beszélünk emellett arról, hogy milyen volt a táptalaja? Vagy hogy sikerült bemákolnia, hogy épp semmi más nem fogta le előle a növekedéséhez szükséges napfényt? Vagy hogy egy nyúl se rágta meg a kérgét ifjú korában? Vagy hogy egyetlen favágó sem szemelte ki magának? Idáig. Ha a hokira tekintenénk ilyen szemszögből, egyből láthatóvá válna egy nagyon fontos faktor. A relatív életkor. Január 1-e a bekerülési határ az adott korosztály csapatába, így akik január 2-ával vagy azután töltik a 9. évüket, azok majd csak jövőre kerülhetnek be. Viszont akkor jövőre meg ők lesznek a legnagyobbak, a többieknél fejlettebb mozgáskoordinációval, gyorsasággal és erővel. Mert hát ugye ilyen fiatalkorban még pár hónap fejlődési eltérés is nagy különbséget jelent. Ezért lehet, hogy nagyrészt őket választják ki az élvonalba, ahol jobb edzőt kapnak, többet gyakorolhatnak, több meccsre járhatnak, stb. Így pedig pár éven belül tényleg ők lesznek objektíven is a legjobbak. De nem feltétlen azért, mert eleve ők lettek, vagy lehettek volna a legjobbak, csak egy hülye önbeteljesítő jóslat miatt, amit a január 1-i határidő okoz. Ugyanez a baseball vagy foci válogatókon. De még az oktatásban is. Lásd, évvesztesek.
egy osztályon belül akár 12%-os teljesítménykülönbséget is ki tudtak mutatni az amúgy kb. Egyforma képességű diákok között, pusztán a születési dátumuk alapján. És ez bizony bőven elég ahhoz, hogy egyikük bekerüljön a tehetséggondozó csoportba, a másikuk pedig ne. Összetévesztjük a fejlettséget a tehetséggel, és onnantól csak tovább gyűrűzik az önbeteljesítő jóslat. Egy ilyen alsótagozatos hát vagy szembeszél még egyetemista korban is kimutatható. Robert Merton amerikai szociológus nevezte ezt a jelenséget Máté-effektusnak, a következő bibliai Máté idézet alapján. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. Lehet, hogy adminisztrációs rémálom lenne, de ettől eltekintve relatíve egyszerűen beavatkozhatnánk ám ebbe a folyamatba. Csak hát nem tesszük, mert kölcsösen ragaszkodunk ahhoz a tévképzetünkhöz, hogy a siker mindig pusztán egyéni érdem. A 10.000 órás szabály. Ha hegedűművészek vagy zongoristák karrierjét vizsgáljuk, egy érdekes szabályszerűség rajzolódik ki. Ami aztán szinte bármilyen területre érvényes, legyen az sakk, írás vagy bármiféle sport. A szabály pedig a következő. A profik mögött általában 10.000 óra gyakorlás áll. A jók mögött 4.000 óra, a kompetensek mögött pedig 2.000. Ami viszont érdekes, hogy egyetlen példát sem találtak arra, amikor valaki 10.000 óra körüli gyakorlás nélkül lett volna profi. És olyanra sem, aki 10.000 óra körüli gyakorlás mellett profivá ne vált volna. Ez az egész kb. 10 év, mert realisztikusan abba sűríthető bele ennyi munka. Ha viszont belesűrítjük, annak meg lesz a jutalma. Jogos akkor a kérdés, hogy vajon hol a tehetség szerepe? Hát, mint ahogy Carol Dweck kutatásában is láthattuk, leginkább sehol. Legalábbis hosszú távon sehol. Rövid távon segíthet beindulni, vagy épp aggathatja a beindulást, ugye, ha nincs. De ez csak akkor szempont, ha hagyjuk, hogy a hátszélnek, vagy a szembeszélnek hosszú távú hatása is legyen. Mondjuk azzal, hogy rákapcsolunk, vagy hogy abba hagyjuk. Ez pedig szépen illeszkedik a hokis és a focistás eddigi tanulságainkhoz. Akik megkapták a lehetőséget a 10.000 órányi gyakorlás minél korábbi és támogatottabb letudásához, azokból lettek a nagyok. A modell Bill Joy-jal és a Sun Microsystems alapításának sztoriával is konzisztens. Joy ugyanis pont akkor lett egyetemi diák, amikor az egyetemén átálltak a lyukkártyákról az időosztásos rendszerekre. És így sokkal hatékonyabban programozhatott. És pont volt egy olyan hiba a rendszerben, ami miatt ki tudta kerülni az egy személyre jutó kvótát. És így kvázi bármennyit programozhatott. És az egyetemnek pont volt olyan fontos az informatika programja, hogy éjszakára is nyitva tartotta a hozzáférést. Így megint csak kvázi bármennyit programozhatott. Joy pedig igencsak fanatikus volt, és programozott is. Akár napi 8-10-12 órában, így neki 5 év alatt meglett a 10.000 órája. De ugyanez a Beatles-el és a hamburgi non-stop fellépéseikkel, ahol egyszerre akár 8 órán át, akár a hét minden napján hónapos turnusokban koncerteztek. Vagy Bill Gates-el, akinek az idézőjeles hátszelét már tárgyaltuk a pénzpszichológiájánál. Gyanúsan sok az 1955 körül született srác, akik pont jókor voltak jó helyen, hogy meglovagolhassák a PC forradalmat. De ugyanígy az 1830-as években született nagy amerikai üzletemberekkel, akik fáraók és császárok gazdagsági szintjére jutottak fel, mert pont jókor születtek, hogy kihasználhassanak egy hatalmas gazdasági fellendülést. Persze, a munkát nekik is bele kellett tenni. Átlagosan nem is kevesebbet, mint 10.000 órát, ahogy látjuk. De ők ezt olyan körülmények közt tehették, ami a szokásosnál sokkal nagyobb osztalékot fizetett nekik érte. Ezek után mondja valaki bármire is, hogy tiszta meritokrácia. A zsenialitás nem elég. Louis Sturman a géniusz genetikai alapú kutatására tette fel az életét. Kisiskoláskorú, extrém magas IQ-val megáldott gyerkőcöket válogatott össze az ő kis termeszei közé, akiknek utána hosszú évekig követte az életútját. Leginkább talán miatta hisszük továbbra is a köztudatban, hogy az IQ az atya úristen.
de mint eddig is láttuk, a körülmények és a befektetett munka azért nagyon nem mindegy. És az IQ sem feltétlen azt jelenti, mint gondolnánk. Megismerjük például a 200-as IQ-val rendelkező Chris Langent, aki kocsmai kidobóként dolgozik, és mondhatni, nem sok vizet zavar a tudományos körökben. Hogy ezt megértsük, először is meg kell értenünk, hogy a 200-as IQ nem kétszer olyan okos, mint a 100-as, hanem valószínűleg még sokkal jobban. Viszont a 180 sem másfélszer olyan okos, mint a 120, hanem valószínűleg kevésbé. Az IQ inkább határokat ad ahhoz, hogy várhatóan mivel tudunk majd relatíve hatékonyan foglalkozni. A cipőnk bekötéséhez elég az 50, az ácsulihoz a 80, az egyetemhez pedig a 110 környéke. De ha egyszer megütjük az elvárt szintet ahhoz, mivel foglalkozni szeretnénk, onnantól a plusz IQ nem nyújt olyan éles előnyt. Einstein kb. 150 körül lehetett, ezért alkalmas volt absztrakt elméleti fizikusnak. De 120 körül is az lett volna. És Chris Langerre sem feltétlen igaz, hogy a 200-ával még Einsteinnél is jobb 30%-kal. Egy másik példa a pozitív diszkrimináció, aminek keretein belül olyan hátrányos helyzetű diákokat is felvesznek csúcs egyetemekre, akik amúgy alulmaradnának tisztán akadémiai szempontok alapján. És ez az alulmaradás utána továbbra is látszódik az osztályzataikon. Viszont az iskola után, a valós életben pontosan ugyanolyan jól teljesítenek, mint bármelyik évfolyam társuk. Vagyis a bekerülésnél sem feltétlen annak kellett volna számítania, hogy pontosan mennyire jók. Csak annak, hogy elég jók-e. És hogy honnan akkor mégis Chris Langen hátrányos helyzete? Elvégre, ha nem is jobb, de hát akkor is elég jó, nem? És persze, tiszta IQ-ban igen. De nála nem is az ész, hanem inkább az ilyen kis szociális síkosításbeli hiányosságok miatt nem jött be a tudományos karrier. Lecsúszott űrlap beadási határidő, szülői aláírás hiánya, reggeli óra áttétele délutánra, kocsi lerobbanás, stb. Ezzel szemben Oppenheimer, egy másik zseni, még egy konkrét gyilkossági kísérletből is ki tudta dumálni magát. Jól mutatja ez, hogy az intelligencia nem minden. A praktikus intelligencia ortogonális a hagyományos intelligenciára, vagyis merőleges rá, és kb. Független tőle. Lehet úgy is magas az egyik, hogy nagyon alacsony a másik. Passzív tűrés és meghunyászkodás a tekintéllyel szemben, vagy jogosultság érzése és aktív közbenjárás a saját érdekünkben. Ezek sokkal inkább neveltetés, mint genetika kérdései. A praktikus intelligencia tulajdonképpen annyi, hogy ismerjük a helyzetek testre szabásának fortéjait. Persze senkinek nem érdeke, hogy felfuvalkodott kis hólyagokat neveljünk ki a következő generációnak. De látnunk kell, hogy ez is egy spektrum, és a másik vége sem jó, ahol az élet áldozati bárányai lesznek, akár az éles eszük ellenére. Mire a kis termeszek felnőttek, magának Törmennek is be kellett látnia a tévedését. Tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, hogy az intelligencia és a teljesítmény távolról sem tökéletesen korrelálnak egymással. Magyarán szólva, az eredményeikben igencsak nagy volt a szórás felnőtt korukra. Pedig ugye ne feledjük, hogy ők mind egytől egyik zsenik voltak. Ennyit számít a családi háttér és az egyéb körülmények. Ahogy Arnold kiváló avatási beszédében is elhangzik, senki nem self-made. A becsület kultúrája. Eddig arról volt szó, hogy a szerencsés lehetőségek és körülmények, mint mondjuk a születési időnk vagy a neveltetésünk, mekkora szerepet játszhatnak a sikerünkben. A második részben pedig azt vizsgáljuk, hogy a kulturális hagyatékunk is ilyen jelentőse. Spoiler warning, igen, az. Nézzük csak az 1800-as évek vidéki Amerikájában kialakult Howard Turner viszályt. Egy elkóborolt tehénből és egy pókerparti közbeni összevitatkozásból konkrétan hulla hegyek lettek, mert mindkét félnek mindig meg kellett bosszulnia a másik legutóbbi gaztettét. És ez egyáltalán nem volt egyedi eset a környéken. A történészek elemzése, hogy a vidék lakosai gyakran keveredtek a becsület kultúrájába. Ez általában olyan hegyvidékeken alakult ki, ahol nincs annyira lehetőség a földművelésre, ezért állat, főleg kecske vagy birka tenyésztésre szorul az ember.
mert míg a farmereknél az együttműködés válik mindenki javára, addig a pásztorok magányos farkasok, és a lopástól is jobban kell tartaniuk. Részben ennek lehet eredménye a keménykedés. Hogy megmutassák, velük bizony nem lehet packázni. Minden sértés azonnali elégtételért kiállt, és ebből könnyen lesz évtizedekig húzódó vérbosszú és hasonló finomságok. És ami talán még durvább, annyira elterjedt és általános volt ez a hozzáállás, hogy ha netán bíróság elé is került egy-egy eset, akkor sem tekintette senki bűnösnek az elkövetőket. Mert hát az esküdtek maguk is ugyanígy cselekedtek volna a helyükben. A kultúra viselkedésre kifejtett hatását a Cohen-Nisbet kutatópáros sértegetéses kísérletével elemezzük. Az alanyok fele kontrollcsoport, a másik fele pedig kap egy le-sekfejezést egy beépített embertől a kísérlet előtt. A kérdés, hogy utána, egy képzeletbeli szituáció során ki mennyire váltana agresszívbe. De mértek mellé kortizol és tesztoszteron szintet, valamint kézfogás erősséget is. Az alanyok között a legerősebb meghatározó tényező bizony a származásuk volt. Az USA északi részéről érkezőknél nem volt hormonugrás, nem keményedett a kézfogás, és határozottan tetlegesség mentes megoldásokat javasoltak a szitura. A délieknél meg minden pont az ellentéte. És mindezt úgy, hogy ezek a diákok már nem pásztorok voltak. Sőt, a szüleik sem. Csupa felső középosztálybeli család, városlakó, egyetemista sarja. És mégis ennyire szépen látszik a kulturális hozadék. A légi katasztrófák etnikai alapú magyarázata. A következő szekcióban a dél-koreai légitársaságon, illetve egy még korábbi kolumbiai személyzet okozta légi szerencsétlenségen keresztül vizsgáljuk, hogy az apró, de összeadódó mechanikai meghibásodásokon felül miért inkább az emberi mulasztások az igazi okok. Azon belül is a nem megfelelő és nem elég határozott kommunikáció. Mert senki nem mondja, hogy bizonyos országok pilótái nem olyan jól képzettek. Az viszont ott van a statisztikákban, feketén-fehéren, hogy bizonyos országok repülőivel sokkal több volt akkoriban az incidens. Ugye pont azért van másodpilóta és fedélzeti mérnök, amiért redundáns, egymástól független elektromos rendszerek is. Hogy sehol ne egyetlen tényezőtől függjön valami nagyon fontos. Ennek ellenére az utólagos vizsgálatok sorra azt derítették ki, hogy a katasztrófák mennyire összefüggnek az olyan hibákkal, amiket a másodpilótáik csak úgy ráhagytak a kapitányra. A fő ellenség az úgynevezett csökkentő beszédmód. Ez az, amikor a másodpilóta túlzottan óvatoskodik a megfogalmazásaival. Nehogy úgy tűnjön, hogy egy beosztott utasítgatja a felettesét. Viszont így csak pont azt a szerepet nem tölti be hatékonyan, ami miatt ott van. Hogy egy második szempár legyen, és elkapja az idézőjeles felettese hibáit. Ha nem meri figyelmeztetni a főnököt, hogy hibázik, akkor hiába veszi észre a hibát. Az elemzők még lejjebb túrtak hát a szociológiában, és az úgynevezett Hofstad dimenziók mentén vizsgálták a kultúrákat. Ez kb. A Cohen és Nisbet féle kategorizálás az előbbről, csak itt több tengely mentén és országokra vetítve. És lássunk csodát, szépen kijöttek az összefüggések. Egy releváns dimenzió például az individualista kontra kollektivista nézet. Vagyis, kicsit magyarabbul mondva, hogy mennyire vállalják az emberek saját magukért a felelősséget, kontra mennyire csak bíznak a rendszerben. Egy másik szempont a bizonytalanság kerülés. De a legfontosabb Hofstad dimenzió a katasztrófák elemzése során minden bizonnyal a hatalmi távolság skálája. Vagyis, hogy hogyan állnak az emberek a társadalmi hierarchiához és a tekintélyhez. Nyilván ennek a csökkentésével gyorsan tisztábbá válhatna a kommunikáció a pilóta fülkében. És tippeljünk, Dél-Korea és Kolumbia vajon a hatalmi távolság skála melyik végéről származhatnak? A megoldás végül az lett, hogy megkövetelték az angolt a pilóta fülkében. Egyrészt így sokkal gördülékenyebb lett a kommunikáció a légirányítókkal a fülkén kívül. Másrészt a fülkén belül is. Mert az angolban gyanúsan nincs még a magyarból ismert tegezés vagy magázás sem. Nemhogy az a koreaiban megtalálható hat különböző szintű megszólítási forma,
amivel mindenki tökéletesen kifejezheti a tiszteletét a társadalmi hierarchiában felette, mellette vagy alatta állók felé. Rizsföldek és matek tesztek. Ha már nyelvészet, a kínaiban sokkal egyszerűbb a számképzés, mint az angolban. 25 helyett például 2-10-5, amiben már eleve bele vannak kódolva a műveletekhez szükséges számok. A törteknél meg 3 rész az 5-ből, nem pedig 3-5-öd, ami kicsit hosszabb talán, de cserébe sokkal intuitívebb. És a tetejében a számok nevei is rövidebbek, ami miatt többet lehet belőlük egyszerűen munkamemóriában tartani a fejünkben. Ezek pedig tagadhatatlanul adnak egy kulturális löketet az ázsiaiak jók matekból sztereotípiának. Kb. Mintha mind január elején született hokijátékosok lennének. Ez a kisebb kezdeti ellenállás tulajdonképpen azt tanítja meg velük, hogy a matek igenis tanulható. Egy másik fontos kulturális faktor a rizstermelés elterjedtsége arrafelé. Sokkal kevésbé időhatékony, mint felénk a búza, de cserébe sokkal inkább helyhatékony, amire viszont ott rászorultak a földrajzi adottságok miatt. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy más hozzáállás alakult ki bennük a kemény munkával kapcsolatban. Az európai paraszt összességében sokkal kevesebbet dolgozott, többet lazíthatott, telente hibernálódhatott. És nem is hajtotta semmi a többre őket, mert csak a földesúr szolgái voltak, és nekik semmi előnyük abból, ha keményebben dolgoznak. Ezzel szemben az ázsiai rizstermesztőnek alapból is nagyon keményen és intelligensen kellett robotolnia, hogy egyáltalán valamennyi rizs legyen. Ha viszont még okosabban és még keményebben tolta, akkor sem növekedett a kötött mértékű egyszeri adója, így a maradékból több juthatott neki. Így alakulhatott ki egy olyan kultúra, ahol az emberek megtanulták ösztönösen értékelni a kemény munkát. A matek feladatok megoldása sokszor nem extra intelligenciát igényelne, hanem egyszerűen annyit, hogy az ember elég időt töltsön a feladattal, és alaposan átgondolja minden irányból. Tippeljünk, vajon ehhez jót tesz-e a rizsföldekről hozott hozzáállás? Ellen Schönfeld szavaival, a jó matekosság nem képesség, hanem attitűd. Szép szemléltetést nyújt egy kapcsolódó kutatás, amiben egy nagy, standardizált amerikai matek teszt során maga a teszt mellett egy nagyon hosszú és unalmas kérdőívet is kitöltettek a gyerekekkel. Meglepő módon szinte tökéletes a korreláció a között, hogy valaki mennyire jó matekból, és hogy hány kérdést hagy üresen a kérdőíven. Mert hát a többség nem azért hagy üresen egy kérdőíves szekciót, mert nem tudná megválaszolni, hanem csak mert szimplán már unalmas. Ennyi energiát nem szán erre az egészre, haladjunk már! Akinek viszont olyan a hozzáállása, hogy neki veselkedik, és csak azért is kitölti az egészet, az nyilván a matek feladatokhoz se félváról fog viszonyulni, és ezért, lássunk csodát, azok is jobban fognak menni. Összefoglalás. Amit mondani akarunk tehát, hogy a sikerünk soha nem csak a miénk. Mindannyian a neveltetésünk, a körülményeink, a társadalmunk és a korszakunk termékei vagyunk, legalább részben. Ez az emlékeztető egyrészt lehangoló, mert varázsütésre senki nem születhet tudatosan közelebb január 1-éhez, se nem válhat kevésbé dél-koreaivá a pilóta fülkében. Másrészt viszont reményt is adhat. Elvégre, ha belegondolunk, hogy a januári hokijátékosok sem valami megfoghatatlan tehetség miatt jobbak a többieknél, akkor a környezet nyomásai ellenére mi magunk is magabiztosabban beletuszkolhatjuk a 10.000 óra gyakorlást a választott területünkbe. És attól, hogy nem a rizsföldek tanítják meg velünk a kitartás erejét, attól még utólag is felszívhatjuk magunkat, nem? Lehet, hogy le leszünk maradva egy kicsit, de jobb későn, mint soha. Arra sincs sajnos jó módszer, hogy bemákoljunk egy kulturális gyorsítósávot, ahol a törekvéseink hatványozottan számítanak. A munka plusz szerencse mindig verni fogja a munkát. Vagy a szerencsét. De Gladwell esett tanulmányai után remélhetőleg jobban a helyükön tudjuk majd kezelni a kiugró sikereket. Illetve felismerjük, hogy a szerencse sokszor nem lehetővé tesz, hanem csak megkönnyít. És aki a nehezebb ösvényen is vállalja az utat, abból még bármi is lehet.